A Virágos Szadáért mozgalom képviselői idén is megszervezték a virágosítást, melyhez szadai lakosok, civil szervezetek csatlakoztak. Az önkormányzat 2004-ben indította útjára az akciót, és évről évre növeli a szépítésre szoruló közterületek számát. Régen Szadát nem csak gyümölcstermés szent szadaként emlegették, hanem virágos szadaként is. Ezt a hagyományt elevenítette fel az önkormányzat 2004-ben, amikor megalakotta a Virágos Szadáért mozgalmat. Ez a mozgalom keretében évente több közel 10 000 palántát finanszíroz az önkormányzat, amit helyben Kosikné Magdé állít elő. A palántákat május elején ültetjük ki, főbb segítünk Pusztai Ági, Faludiné Andrea, aki tervezi is a virágágyásokat. Emellett az önkormányzat cége a Szadanova Kft., melynek vezetője Illés Szabolcs segítkezik, illetve a palántákat gondozza később és locsolja. Az önkormányzat által biztosított virágpalántáknak csak egy része kerül ki a szadai utcákra. A palántát egy részét ültetjük ki csak közterületekre, a másik részét kiosztjuk a szadai lakosok számára, azok lakosok számára, akik vállalják, hogy a házuk előtt kis virágágyásokat hoznak létre, és kiültetik a kapott virágokat, és egész évben azt gondozzák. A Virágos Magyarország mozgalomba is beléptünk már ezzel a virágosítás szadáért mozgalommal, ahol többször facseréket, facsemetéket, virágokat nyertünk. Célunk az, hogy minél többen ültessenek virágokat, hogy az utcánk mentén virágos legyen újra a szada, visszanyerje régi hírnevét. A szadaiak mozgalom keretein belül egyre nagyobb száman ültetnek növényt ingatlanjaik elé, és vállalják azok további gondozását. Körülbelül olyan 3 000 palántát tudunk kiadni a lakosság részére. Vannak egyesületek is, például a nyugdíjas klub, aki fölvállal egy-egy ágyást, és hát azt szeretnénk, hogyha minél többen lennének, és próbáljuk ezt, ennek egy kis hírt kelteni, és hát várjuk a szadaiakat. A növényekről egy helyi termelő gondoskodik évek óta. Kosik Vendelné a magokból több mint 8 000 virágzó palántát nevelt. Érdi növénytermesztőtől rendeljük a magokat februári magvetéssel, utána tűzdelem a virágpalántákat, majd utána poharazom. Ez a poharazásnak a végeredménye az ültethető palánta. Igaz, hogy nem virágos állapotban jön ki, de idejére elkészül és virágos lesz. Így tudjuk előállítani olcsóbban. Mennyiséget csinálunk, ahhoz képest, hogy a falu, tehát az önkormányzat vállalja ennek a fedezetét, innen a falu lakossága is kap utcafrontra virágültetési lehetőséget. Tehát ők megkapják tőlem a virágot, nekem az önkormányzat anyagilag ezt dotálja. Az ültetésben mindig segítek, mert szeretek ott lenni, hogyha a saját növényemet ültetgetjük. És ott is vagyok általában, ha az egészségem engedi. Több termelésem van, tehát piacos jelleggel is termelek, de ezt amíg bírom, csinálom, meg ameddig a falu igény tart rá. Hogy sikerültek az idei palánták? Milyen volt az időjárás hozzá? Annak ellenére, hogy sokan azt mondják, hogy enyhe tél volt, egy kertészetben ez nem dominál, mert nekem akkor is biztosítani kell a 20 fokot a fólia a magvetésre, amikor 5 fok van kint, meg akkor is, ha mínusz 5 fok van. Úgyhogy én ezt a fűtést be van kalkulálva a fűtéssel, mivel sokféle növénnyel foglalkozom, nem csak ezzel. De ez előtérbe kerül, mindig a legjobb helyre kerül, hogy idejére el tudjam készíteni. Jó földdel dolgozom, hát vásárolt föld, virágfölddel egyértelmű. A növények egy kertész segítségével kerültek kiválasztásra, a helyi adottságok figyelembevétele mellett más számos szempont alapján. Tehát elsősorban figyelembe vettük azt, hogy a Virágos Magyarország programon belül mik azok a virágok, amiket ők szeretnének kiültetésben látni, illetve a helyi adottságokat is figyelembe vettük, ugye a talaj, a környezet, az öntözés, az eső, ugye egy kevésbé esős terület vagyunk, mint mondjuk Veresegyház, és azokat, amik hamar dekorációsak, hamar mutatnak, a falu összképébe jól beleillenek. Jellemző egyébként a falura, nagyon sok virágos előkert van, ugye ott az eredeti növényeket, petúniákat, asztereket ültetnek ki, tehát szerettük volna, hogy ez a hagyomány maradjon, és ehhez illő virágokat is választottunk. És melyek ezek?
Hát elsősorban kupvirágot, abból a kedvelt a sárga, sárga közepű virág. Cinenáriát szeretnénk a szélére ültetni, az jól bevált, ezt messziről is látni, az autók is elkerülik, így megkimerődik az ágyás. Lisztes zsájából a kéket, a fehéret választottuk idén. Lesz legényrózsánk kiültetve, és nagyon kedvelt, és évek óta ültetjük a cellóziákat, ezeket a tollas cellóziákat piros, narancsárga, sárga színekben. Mi a feladata a falu kertésznek? Én elsősorban próbálok segíteni a termelőnek a növények kiválasztásában, és a ültető hölgyeknek a kiültetésekben. Megtervezzük, általában már télen megtervezzük az ágyásokat, kiszámoljuk, hogy körülbelül mennyi palántára lenne szükségünk, és ezek után a vetés már ugye a helyi termelőnek a dolga, a kiültetésben az, amiben szintén tudok segíteni. A munkát egy régi, de hasznos eszköz segítette, melyet egy galgahévízi kovácsmester készített. Az ültetést követően az ágyások takarítását, gyomlálását a Szadanova Kft. Alkalmazottai végzik. Ugye a Szadanovának az egyik legfontosabb foglalkoztatása a közmunkaprogramban a parfümtartás mellett a virágágyások gondozása és locsolása. Ezt a községben szépen föl van osztva a közmunkások között, hogy kinek melyik virágágyást kell napról napra gondozni, és akkor itt a kapálás, gazolás rendszeresen végzi. Hány négyzetméternyi felületről van szó, amit ilyen formában kell rendbe tartani? Hát ugye évről évre növekednek a virágágyások, mindig csinálunk újat, újat. Hozzávetőlegesen egy olyan 5-600 négyzetméter plusz a főtér, ugye, de az külön öntöző berendezéssel van a rózsa a megoldva, így azokat nem kell külön locsolni. A szervezők remélik, hogy a jövő évben még többen csatlakoznak a Virágos Szadáért mozgalomhoz.